Sziasztok! Egy újabb videó érkeztem most nektek, amit már nagyon sokan szerintem várhattatok. Ugye már nincs ebben Tech Tree-ben, eventek alkalmával ki lehet húzni, de ugye mi régi játékosok ugye a Tech Tree-n belül ki tudtuk ezt venni, ugyanúgy mint a Panther 88-ast. Ugye őt sem lehet már simán kigrindolni, így úgy gondoltam, hogy elhozom nektek a 10 és feles tigrist, ezt a brutális állatot. Ez gyakorlatilag a legjobb a szintjén. A Tiger 2 SLA 16 után, ugye a Tiger 2 H után és a Tiger 2 P után nagyon imádni fogod. Ugye a sima Panther F ugye a 75-ös ágyúval operál még, de a 88-as verziója, ugye a Panther 2, tehát Párduc 2 az 7.0-ban 88-assal, ő az egy külön videót érdemel. Na, beszéljünk a 10 és felesről, mert erről azért lehet. Ez a tank, ha nézitek a videót, most benne hagytam egyébként olyan jeleneteket is, ahol lepattan a lövés, stb. Azért lássátok, hogy nem mindent visz át. De azért elég nagy esély van rá, hogy úgy nagy átlagba kivigyél vele bármit is. A legfőbb jellemzői, van rajta egy 792-es MG34, ebből kettő darab, ugye 7950 lőszerrel, 7.0-ba játszik, TL4-ben, 105 mm-es KVK46, L68-as ágyú, ugye ez hosszú csövű, 54 lőszerrel, és van rajta 12 darab friss gránátvető. Ágyús érdés terén nagyon jól van ellátva, ugye mínusz 8 fok, 15 felfele, és 13,2 alatt tölt, úgy, hogy nekem nincs meg az ászlegénység rá. Úgyhogy nagyjából szerintem 12,8 és 13 között tárazhat. Testpáncélja 150x80x80, ez egy nagyon erős testpáncél, döntve van. Ezt azért nagyon nehezen fogja bármi is bevinni, hiába lövik majd a frontodat, gyakorlatilag semmit nem fognak vele elérni. A torony két sarkát fogják lőni, majd ugye a parancsnoki beszállót felül, de minden máshol nem fog bemenni, esetleg még a hasát tudod belőni, de az sanszos. 900 lóerős motor hajtja, 72 tonna, 6 legénység van benne, úgyhogy bírja a lőszert, 42 km/h a végsebessége, ezt viszonylag hamar eléri, ugye a szintjén egyáltalán nem leszel vele lemaradva. A többi heavy tankhoz képest gyakorlatilag amire ránézel, az instant halál, ugye van egy PZGR rot lőszere, ugye az APCBC lágyóru páncéltörő lőszer balasztikai süveggel, tehát ez borzasztóan pontos lesz nagy távolságra. 240 g a robbanóanyag tömege, TNT egyenértéke pedig 343,2 g. Hát ez 251 mm-től 10 méterre, de 500 méterre is. Ilyen 234-30 fokos szögbe pedig 179. Ez azért elég sok mindent bevisz a színjén, tehát az ilyen IS-2-kkel meg ezekkel nem lesz problémád. Meg ilyen hasonszörű tankokkal, jó helyre kell vele lőni, és akkor azonnal durrant, van távolságmérője, ami egy nagyon nagy segítség. Ugye van még egy SPRGR-L 4.4-es lőszere, ugye ez HRPS gránát, 900 m/s, amíg ugye a lágyőrű páncéltörő az pedig 1500 m/s repül, hát azért ez elég nagyot tud ütni. Van egy kemény fékmagvas páncéltörő lőszer, az pedig 1150-nel és ő 300 mm környékén üt. Brutálisan jó tank, nézzétek meg ebben a videóban, gyakorlatilag bármit ki lehet vele baszkodni, bármilyen távolságról, szinte ilyen 1 km távolság sem adja fel neki, még a másfél kilométer sem. Borzasztóan jó páncélozott tank, jó töltési idővel, nagyon pontosan kell lőni vele, ez tény, ugye számolni kell a töltési idővel, hogy azért viszonylag nem egy gyors töltésű tank, de azért az a 13 szekkel nem lesz bajod, ugye 6 legénység van benne, tehát nyilván bírni fogja a tank. Ha találkozol vele, akkor szemből bal oldalt a géppuska, a szembe lévő géppuskát lőd, hogy ott általában bemegy. Torony meg vász között nagyon nehezen megy be, tehát ott nem érdemes. Én amit szoktam, lánctalpon lövöm, ha szivatni akarom, ha nem, akkor csövön lövöd, és utána instant halál van neki. Egyébként a torony mindkét oldalról, tehát szemből a legkönnyebben sebezhető,
viszonylag ugye a tornya szemből nem nagyon van megdöntve, azt hiszem egy 1-3 fokos döntése van ugye a zárvár mellett. Ugye, és ott általában bemegy a lőszer, ugye nem nagyon tudsz mellé lőni, gyakorlatilag a cső mellé lősz, és általában mindig bemegy. A tetején elég nehéz bevágni a tornyon, hát felább a pattogós, ugye lánctalpak vannak az oldalán, tehát védik a lőszerre ezt. Én azt ajánlom neked, hogy ebben a tankkal 16 lőszernél többet soha ne vigyél, kevesebb lesz az amórek esélye, és többet ki fog bírni a tank ezáltal. Igazándiból nem egy frontharcos tank, ez az én saját véleményem, tehát úgy kell vele játszani, hogy mindig kivársz, kinézed az ellenfelet és kivágod a francba. Ugye hát a lassú töltése miatt arra nem valahogy több tanknak neki mennie, de egyébként bármit el tud vinni, mondom egy lövésre, és ez egy nagyon nagy segítség ebben a tankban, ugye, hogy 10 és felessen lő. Hát szintjén elég erős ágyú, egyébként ilyen IS-2-esek 122-es ágyúval mennek ellen, de ugye ők több időbe kerül, még ők megtároznak nyilván, de pont ebben a videóban látható, hogy nyakon ki is vitte, mint a szart az IS-2-t, tehát abszolút nem volt vele probléma, hogy az egy IS-2, itt például a T-44-et mindjárt meglátjátok. Gyorsan távolságmérés a pontosabb lövésért. Ritkán játszok ezzel a tankkal, általában a Twitch streamek alatt, úgyhogy gyertek át oda is a HKS Dávid csatornára. És ott láthatjátok ezeket a tankokat, ahogy folyamatosan ugrálunk a szinteken és úgy játszunk. A T-44-et csak azért raktam be, mert a frontján nem ment be a lőszer, tehát az egy eléggé döntött tank, úgyhogy azt nem fogod tudni ezzel bevinni a frontján, de viszont a tornyán ugyanúgy beviszed, ugye ugyanaz a T-34-es torony van rajta, mint az összes T-34-en, tehát T-34-85, D-5-T ugyanazokkal a toronyokkal operál, úgyhogy ahol azokat lövöd be, ott lövöd be ezt is. Ugye 2024-ben most már ez a tank kiforrotta magát, tehát borzasztó nagy harci teljesítménye van egyébként, nem is nagyon nehéz vele játszani, ha a BH-s Tigrissel jól tudtál játszani, akkor ezzel is, csak itt meggondoltabbnak kell lenni, kifigyelni az ellenfelet, nem nagyon rasolgatni, bár én arra használom, nyilván én vagyok, én nekem nem kellene úgy, de én úgy is élvezem ezt a tankot, borzasztó jó ágyos üldése van, jó mozog a tornya, gyakorlatilag hát egy BH-s Tigris, csak egy nagyobb toronnyal. Úgyhogy szerintem ez brutális. Jó, péntek szombaton Twitch-en nagy stream, itt YouTube-on is lesz, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, mondjátok el a véleményeteket, és köszönöm, ha lájkoltok és megosztátok, és sziasztok!